Novák Péter és az Etnofon zenei társulással Kassán lépünk föl, amit a zenekar nagyon-nagyon vár, hiszen mindig szeretünk a régi Magyarország területére határon túlra elutazni a dalainkkal. Amit a zenekarról tudni kell, az talán azért fontos a Hét Torony Fesztivál esetében, mert mind a Hét Torony Fesztivált, mind pedig a zenekart Kiss Ferenc alapította, aki már a Martin György díjas zeneszerző, folklorista, és hát egy elég nagy munkássága, vagy elég nagy zenei munkásság áll mögötte. A 70-es években a Kolinda és a Vízöntő zenekarral indította útjára az ő zenei gondolatait, hogyha lehet így mondani, és hát ekkor már a Hét Torony Fesztivál névadójával, Makovecccel közösen találkoztak a Nomád Nemzedék kapcsán. A 80-as években adta ki talán egyik legmeghatározóbb lemezét a zenekar Gitánia Express címmel. Ez egy teljes cigány, kárpát-medencei cigányzenei feldolgozást tartalmazó zene, és ebből is lesznek részletek a koncerten, illetve a 90-es évek közepén Nagyvárosi Bújdosók címen adta ki Kiss Ferenc első szólóalbumát, aminek gyakorlatilag a koncert címe, azaz Brassótól Brüsszelig, az a lemez címe is volt akkor a 90-es évek végén. Kassán még Etnofon zenei társulás koncert tudtommal nem volt, úgyhogy nagyon várja a zenekar a kassai koncertet. Most az elmúlt évben gyakorlatilag így maradt, vagy így raktuk össze Péterrel a bandát. Novák Péter ének, jó magam, zongora, harmonika, gitárokon játszom, és a zenekar egyetlen női tagja, Kucera Barbara hegedül, illetve énekel. Gitáron Braun László, a dobokon Nyíri Sándor, a Volt Kim Novák zenekarból, az ütőhangszereken Gyulai Csabi játszik, és a fúvó hangszereket pedig a Szokolai Dongó Balázs szólaltatja meg. A Hét Torony Fesztiválon játszani azért jó, mert Magyarország gyakorlatilag tele van fesztiválokkal, szerintem több fesztivál van, mint nap Magyarországon egy évben, és igazság szerint a fesztiválok az élőzenét szerintem eléggé kiürítették, mert muszáj volt nagyon hangosan játszani minden zenekarnak, és egyre kevesebb szöveggel, mert úgyse érti a közönség, hiszen a szomszéd színpadon és a szomszéd sátorban is föllép egy időben veled valaki. És hát a Hét Toronynak az a különlegessége, hogy egyszerre egy helyen csak egy koncert van, ami szerintem mind nézőként és mind előadóként egy igen-igen jó dolog, hiszen nézőként csak erre kell koncentrálni, előadóként pedig szintén csak a saját produkciódra kell koncentrálni. Ez tényleg egy olyan emberi léptékű és értelmes fesztiválnak mondható, ahol a fesztivál, a koncertek előtti kiállítás is egy elég jó és izgalmas programmal szokott szolgálni, és a koncertek pedig önmagában mind-mind normális hangerővel és nagyon érthető és jó zenei előadókkal hallgathatók, illetve nézhetők. A táncos produkciókról ugyanezt el tudom mondani, hogy mind-mind olyan értéket képviselnek, ami mind a kortárs, mind pedig az archaikus népi kultúrából a minőséget hozza színpadra.